kezdődik az ének, az Úr fölségének. Kezdődik a szent áldozat, alázatos hittel imánk hozzád sírve. Ó, Atyánk, kegyesen fogad, bűnbánó szívvel koldulom, könyörű népeden orrom, s folyér te halt halált szent fiad. Minden föld imádjon téged, Isten, és énekeljen néked, dicséreted zengjen nevednek, ó fölséges. Újjongjatok az Istennek minden földet, zsoltárt zengjetek az ő fölséges nevének. Jöjjetek és lássátok az Isten műveit, félelmetes, amit az emberek között végbe vitt. Minden föld imádjon téged, Isten, és énekeljen néked, dicséreted zengjen nevednek, ó fölséges. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Minden föld imádjon téged, Isten, és énekeljen néked, dicséreted zengjen nevednek, ó fölséges. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szentlélek egyesítő ereje
legyen mindnyájatokkal. És nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, itt a gazdagréti Szent Angyalok templomban és otthonaitokban, akik az Apostol Televízió közvetítésével kapcsolódtok be a mai Szentmise ünneplésébe. Isten népe vagyunk, sziklára épített közösség, a szikla Krisztus és az ő megbízottja, a kiválasztott főapostol, de maga a közösség is, a mennyek országának megvalósulása már itt a földön, az a szikla, amelyben megtaláljuk hitbeli biztonságunkat, amelyre ráépíthetjük a földi életünk küzdelmeit és az örök élet reményét. Ez a mai vasárnap fő üzenete, az ige liturgia szava mindnyájunk számára. A Szent Misénket elhunyt Kinga testvérünk lelki üdvért mutatjuk be. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságot, mindenkor szeptőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez. Uram, irgalmaz, Uram, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked. Nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent. Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség,
Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és e világ változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, akiben megtaláljuk igaz örömünket. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Így szól az Úr Sebna udvarnagyhoz. Kivetlek tisztségedből és elmozdítalak hivatalodból. Azon a napon elhívom szolgámat, Elkaimot, Hilkiájú fiát, és ráadom köntösödet, és ráerősítem övedet, s a kezébe adom hatalmadat. Így atya lesz Jeruzsálem lakóinak és Júda házának. Az ő vállára teszem rá Dávid házának kulcsát. Amit kinyit, azt senki be nem zárja, amit bezár, azt senki ki nem nyitja. Mint a szeget szilárd helyre verem be, és dicsőséges trónjává lesz atya házának. Ez az Isten igéje. Jó dolog az Urat dicsérni, zsoltározni a te nevednek, ó fölséges. Jó dolog az Urat dicsérni, zsoltározni a te nevednek, ó fölséges. Hirdetni reggel irgalmasságodat, és hűségedet éjszaka. Zsoltározni a te nevednek, ó fölséges. Tíz hurulanttal és orgonával, énekkel és citerával, zsoltározni a te nevednek, ó fölséges. Jó dolog az Urat dicsérni, zsoltározni a te nevednek, ó fölséges. Szent lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, milyen mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és tudása. Milyen kifürkészhetetlenek szándékai, és milyen megfoghatatlanok útjai. Vajon ki látta az Úr gondolatait, és tanácsot kiadott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Ő belőle, ő általa, és ő érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Ámen. Ez az Isten igéje. Halleluja, 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 halleluja. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat művelt. Halleluja!
Legyen veletek, így a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták. Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, hogy el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Szeretett testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban, amikor 11 évvel ezelőtt László atya meghalt, és ide kerültem a gazdagréti közösséget szolgálni, akkor a templom épülete már állt, már használatban volt, éjjel-nappal nyitva volt, és a templom ajtajain nem volt zár. Még a címke se volt kivágva, hogy zárbetétet lehessen belehelyezni. Nem volt szükség kulcsra. Időközben megváltozott a helyzet, mert kulcsok tömkelege került a használatomba, nem csak az átépítés miatt, hanem a bővítések miatt. Újabb épületrészek, kisebb-nagyobb helyiségek, megszámlálhatatlan a kulcsok mennyisége. Ha a darabszámban nézzük is, mindegyikből legalább 3 van, de amellett súlyát tekintve is, ha így összerakom, azért egy tekintélyes súlyt képvisel. Nem könnyű a kulcsokkal bánni, föl kell azokat címkézni, és ennek megfelelően a használata könnyebbé válik. Kivéve egy olyan ügyes és okos megoldás, amit azért igénybe vettünk, hogy kialakítottunk egy vezérkulcsos rendszert, és így leegyszerűsödtek a kulcs használati kérdések, és így az a megtiszteltetés éri a plébánost, hogy lehet egy olyan kulcsa, ami ennek a rendszernek minden zárát ki tudja nyitni, és be tudja zárni. És elégedetten mondom, hogy ez nagyon megkönnyíti a szolgálatomat, a mindennapjaimat. De sokkal nagyobb felelősség amellett, hogy az
a plébános az anyagi javakért felel a plébániai közösségben és a templomban, még nagyobb felelősség az a kulcs, amelyről a mai ige liturgiában hallottunk. Akár az az ószövetségi kulcs, amely a templom kulcsa volt, amelynek használatára az a bizonyos Sebna udvarnagy méltatlanná vált, és Eljakim nevű másik tisztviselő kapta meg a jeruzsálemi kulcsokat, Dávid házának kulcsait, a templom kulcsait, és még azt a megtisztelő címet is, hogy atya lett Dávid házának, a városnak, atyává lett annak a közösségnek a kulcsok által, amely a választott nép nevet viselte. Péter apostol is kulcsokat kapott, sőt egy nagy felelősséget a név változtatásával, mert azt mondta neki az Úr Jézus, hogy boldog vagy, Simon Jónás fia, nem a test és a vér nyilatkoztatta ki neked azt a választ, amit megadtál a kérdésemre, hogy ti kinek tartotok engem, és Péter azt mondta, hogy te vagy a Messiás, sőt az élő Isten fia. Ezt a mennyei atya nyilatkoztatta ki, és ezért te ezentúl Péter leszel, a héberben a Kéfás, a görögben a Petrosz, vagy Petra szikla eredeti jelentése. Ez a Petra kősziklát jelent, és én erre a sziklára építem egyházamat. És a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Vagyis ez egy olyan közösség, amit nem győz le a halál, nem semmisül meg a történelem folyamán, és ennek a közösségnek a tagjait sem éri a halál, az örök halál, mert Jézus megígérte. A pokol kapui, vagyis az alvilág, a görög Hádész, vagy a zsidó Seol elképzelés, vagyis a holtak birodalma nem lesz úrrá ezen a közösségen, mert életre hivatott ez a közösség. De ennek a közösségnek ajtaját jól be kell zárni. Nem mások elől kell bezárni, hanem a kincs őrzésére kell zárva tartani. Persze megvannak a felelősök, akik kinyitják ennek a közösségnek kapuit, akik beengednek, vagy akik azt javasolják, hogy valaki távozzék, mert nem mindenki kerülhet ennek a kincsnek a közelébe. Már maga a közösség is kincset hordoz, értéket hordoz, mégpedig a mennyek országának értékét. Hiszen amikor azt olvassuk az evangéliumban, hogy a mennyek országa elközelget, akkor itt van ennek egy látható vetülete, mégpedig az egyház közössége. Maga az egyház is, mondhatnánk így, hogy szikla. Az Ószövetség az Urat nevezi sziklának, az üdvünk sziklájának, a hűséges és szavához hű és igaz Istent, de ugyanakkor Ábrahámot is sziklának mondja, akiből kihasította az Úr a választott népet, és ahogyan Dániel könyvében is olvassuk, maga a választott nép is szikla, amely megsemmisít minden más olyan erőt, amely veszélyezteti ennek a népnek az életét, a hitét. Természetesen itt eszmei értelemben beszélünk erről, bár az Ószövetségnek megvoltak a maga valóságos harcai, küzdelmei is, éppen a hitéért és hitet tisztaságának megőrzéséért. Mire való tehát ez a kulcs, ez a leegyszerűsített vezérkulcs, az üdvösség kulcsa, arra, hogy a mi szent közösségünkben őrizzük
az értékeinket. Természetes dolog az, hogy mindazok, akik ennek a közösségnek tagjai, személyesen is hordozzák a mennyek országának ígéretét, az üdvösség reményét, és hitükben összetartoznak, és összetartónak kell lenniük a közösség tagjainak. Én most ilyen értelemben beszélek a kulcsról, és a péteri tisztségről, nem a legfőbb pásztor szempontjából, Péter utódainak, a pápáknak szempontjából, nem is a bűnbánat és bűnbocsánat szempontjából, mert ezt is jelenti a kulcs, egy másik tartalommal gazdagítva, amit Jézus a feltámadása után a többi apostolra is rábíz, hogy feloldozzák az embereket a bűneik alól. Itt most a hit megőrzésének kérdésére gondolok, és ezt jelképezi a kulcs. Nagyon fontos. Sokszor összezárnunk, ezt így is szokták mondani mai kifejezéssel, a hitünk és a hitbeli dolgaink szempontjából. A mai kornak vágyait, követelményeit, eszméit, vagy netán sokszor erőszakos ideológiai törekvéseit bizonyos értelemben vagy bizonyos tartalommal megtöltve tiszteletben tartjuk mi keresztények is. Mert beszélünk idegen szóval élve toleranciáról, mások türelmes elfogadásáról vagy a befogadásról, a nyitottságról. Arról az elvárásról is beszélhetünk, hogy mindenféle emberi ideológiát kellene türelemmel fogadnia a másik embernek, amit kívülről rá zúdítanak, de nem ez a helyzet, ami krisztusi hitünk dolgában. Ebbe a közösségbe, ebbe a hitbe nem szüremkedhet be semmiféle más elképzelés, mint és ideológia, mint az Úr Jézus Krisztus tanítása, hiszen ő a szikla. Ezt Szent István királyunk ünnepén is kiemeltem, hogy Petra Krisztus, Krisztus a szikla. És az ő tanítása a szikla, amire életünket, a házunkat építjük, hogy jöhet akármilyen vihar, akármilyen szélvész, nem dől össze a ház, nem hever romokban az életünk semmiféle megpróbáltatás után, vagy annak következtében, mert mi sziklára építkezünk. És az egyház szikla közösségét a hitben őriznünk kell. Mások elfogadása, főleg az emberi személyre vonatkozik, a maga értékeivel és a maga emberi adottságaival. Az embert kell elfogadnunk, az embert kell szeretnünk, emberszámba vennünk, és mint Isten teremtményét és képmását tisztelnünk, akármilyen elveket is val, de akármiféle elveket az egyház közössége nem fogadhat be a saját hitvilágába és hitéletébe, nem építhet rá erre a sziklára, amelynek biztonságát egyedül az Úr Jézus Krisztus és az ő tanítása adja meg számunkra. Mi következik tehát ebből? Nem más, mint hogy őriznünk kell hitünk dolgait. Kitartóan és következetesen kell ragaszkodnunk ezekhez az értékekhez. Vagyis mindezekről bizonyságot teszünk mások előtt, döntéseinkben ezekből indulnak ki a törekvéseink, a krisztusi hitből, a krisztusi tanításból, hiszen erre a sziklára építi Jézus az ő egyházát. Régen ennek sokkal szigorúbb szabályai voltak, mint manapság. Régen a hit védelmében könyveket minősített, ez már egyébként ma is megvan, hogyha tiszta hitű könyveket akarunk olvasni arra, megvan az Anya Szent Egyháznak a jóváhagyása, az elfogadása, tehát hitelesítése,
De már nem olyan szigorú ez, mint az előtt, amikor még a regényekről is kimondták, hogy ez nem egyezik a keresztény hittel, tehát megvoltak az ajánlások arra vonatkozóan, hogy mit olvassunk, vagy mit ne, vagy milyen eszmeáramlatokba folyjunk be, vagy mitől tartsuk távol magunkat. Ez szinte krisztusi kötelesség, ez a védelem. Ezért kapta meg Péter a kulcsot, ezért kapják meg az apostolok és utódaik is a hit őrzésének a kulcsait, mert enélkül nem valósulna meg az Úr Jézusnak az ígérete, de megvalósul, mert a Szentlélek mindig megadja a bölcsességet egyházának és az egyháza tagjainak, hogy ezekhez következetesen ragaszkodjék. Mai korunknak számtalan eszme áramlatában nagyon szilárdan kell állnunk a mi sziklánkon, a mi sziklánk talaján. Ezért van az, hogy mi nem fogadunk be olyan eszméket, amelyek idegenek Krisztustól és az ő tanításától, vagy mi magunk nem lépünk be olyan közegbe, olyan szervezetbe, nem adjuk a támogatásunkat olyan ideológiák számára, melyek ellenkeznek a Teremtő Isten akaratával és a megváltó Krisztus tanításával. A mai vasárnap tehát ennek felelősségét köti a lelkünkre, és amikor oly sokszor fölhánytorgatják a lelkipásztorok számára azt, már úgy kihangzik a gondolatok mögül, hogy hát most itt valaki politizál, vagy valami konkrét dolgokra kényszeríti az embereket, a híveket, nem erről van szó. Mindenki szabadon éli és dönti el az élete dolgait, de ha valaki Krisztusinak, kereszténynek mondja magát, annak ezen a sziklán kell állni, és nem másutt, és annak azokat az elveket kell képviselnie, amelyeket az evangéliumból tanulunk, amely megadja azt az ígéretet, annak megvalósulását, hogy a pokol kapui sem vesznek erőt rajtunk. Érezzük át tehát ennek nagy felelősségét, kérjük bölcsességet az Úrtól. Nekünk is megvannak a kis kulcsaink, legalább annyira kell vigyáznunk a hitünkre, mint most a vírus veszély idején a fertőzésre. Azon senki nem csodálkozik, hogyha maszkot kell fölvenni, vagy kezet kell mosni, de ugyanakkor abban nem gondol bele senki, hogy ugyanilyen szellemi fertőzés ér bennünket, krisztusi embereket a világban, amelyeket ugyanilyen szigeteléssel távol kell tartani magunktól. Ehhez kérjük tehát a Szentlélek erejét, bölcsességét, és építkezzünk továbbra is Krisztus sziklájára. Amen. Hiszek az egy Istenben, Isten az Istenből, világosság a világosság, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egyénnek, és minden által lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Koncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Uromban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, aki épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával,
hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatát, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életre. Amen. Testvéreim, minden Istentől, Isten által és Istenért van. Kérjük tehát őt rendíthetetlen bizalommal. Áld meg, Urunk, szent atyánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy sziklaszilárdan álljanak korunk szellemi viharaiban. Add meg, Urunk, hogy a békesség és a megértés szelleme uralkodjék az egész világon. Add, hogy Krisztus mindenkor Urunknak és Istenünknek valljuk. Add, Urunk, hogy Péter sziklájához mindig hűségesen ragaszkodjunk. Add, Urunk, hogy az egyháztól kapott feloldozás megnyissa számunkra a mennyország kapuját. Hogy Kinga testvérünket és elhunyt szeretteinket viszont láthassuk országodban. Istenünk, Te az igazság sziklájává tetted egyházadat. Add, hogy megtaláljuk benne biztonságunkat és békénket, Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el a
Istenünk, te fiad egyetlen áldozatával új választott népet szereztél magadnak. Add meg irgalmasan egyházadnak az egység és a békesség ajándékát, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen velete. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Hálát adunk neked, Atyánk Istenünk, hogy életre hívtál minket. Te sohasem hagysz magunkra életünk útján, hanem mindig itt vagy mellettünk. Mint egykor az úttalan pusztán átvezetted választott népedet, úgy vezeted most is az egyházat szent lelked ereje és fénye által. Szent fiad nyitja meg számunkra az utat, mely elvezet a jelenből a boldog örök életre, és ezért az angyalokkal és a szentekkel együtt fölségednek dicsérő éneket zengünk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség, Ura Istenem. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet, Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna magasságban. Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. De kiváltképp most, midőn szent fiad Jézus, szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket. Magyarázza a Szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát, mindenható Istenünk, küld el szent lelkedet e kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk, testével és vérével. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem érősz. Jóságos Atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kényszenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, és feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe.
Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Adj erőt mindnyájunknak, akik az Úr asztalához járulunk, hogy valamennyien papok és hívek, Ferenc pápánkkal és Péter püspökünkkel együtt örömmel és bizakodással járjunk életünk útján, hitet és reményt sugározva magunkból. Mennyei atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békéjében hunytak el, és légy irgalmas minden megholthoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár reánk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanukkal, szent angyalaiddal és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyeken van, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön és szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Béke veled. Isten bárányom, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Isten bárányom, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Isten bárányom, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Este. Ízlejétek és lássátok, Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kényszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmazz engem. Halálom óráján hív magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Magasztaljátok az Urat én velem, és dicsőítsük mindegyütt az ő nevét. Járuljatok hozzá, és megvilágosultok nála, és a ti orcátok meg nem szégyenül. Ízlejétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr. Boldog az az ember, ki őben ne bízik. Gyertek, fiaim, és hallgassatok engem, az Úr félelmére tanítlak titeket. Tartóztasd nyelvedet a rossztól, és ne szóljanak hamisságot ajkaid. Ízlejétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr. Boldog az az ember, ki őben ne bízik. Zálogát ad. Örök hála és imádás,
Kedves testvéreim, most a lelki áldozásra nyílik meg a lehetőség. Mindazoknak a testvéreinknek, akik otthonaikban kapcsolódnak be a Szentmisébe, fogadjátok tiszta szívetekbe az Úr Jézus látogatását a következő hitvalló imádsággal. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk, Istenünk szerető jóságod, hozzon nekünk teljes gyógyulást. Segíts kegyesen és támogass, hogy mindenben tetszésedre éljünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzunk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért. Mennyei Atyám! Kedves testvéreim, holnap után kedden lesz elődömnek, dr. Lipp László atyának halála évfordulója, 11. évfordulója. Augusztus 25-én a reggel 8 órai szentmisét, lelki üdvért ajánlom fel, majd pedig érte imádkozzuk itt a templomban a rózsafűzért is. Az évnyitó, tanévnyitó szentmisét, a Veni Sanctét, 2 hét múlva, szeptember 6-án tartjuk a 10 órai szentmise keretében. Addig a reggeli szentmisék, a csöndes misék reggel 8:30-kor kezdődnek, még a nyári vasárnapokon. Azt követően szeptember 13-ától kezdődnek ismét a gyermekmisék 8:45-kor, tehát a tanév folyamán a reggeli korai misék azok a gyermekek szentmiséi. A Szent Gábriel Irodalmi Klub együttműködve a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 11. kerületi csoportjával ma délután 6 órakor a közösségi házban emlékműsort tart Munkácsi Mihály magyar festőművész tiszteletére, halálának 120. évfordulója alkalmából, amelyre minden érdeklődött szeretettel várnak. Karitász csoportunk a vitézi rend kérésére a közelgő iskola kezdésre gyermekruhát és tanszereket gyűjt augusztus 31-éig, tehát van még újabb lehetőség leadni az ilyen adományokat. A
hírlevélben közölt időpontokban és a helyszínen, amit elolvashattok az angyal szóban. Továbbra is gyűjtünk Szent Pió atya bronz szobrára, hogy majd méltó és illő tisztelettel adózzunk Pió atya emlékének, és majd le tudjuk cserélni a jelenlegi műgyantából készített szobrot, amelyet a Művészeti Bizottság nem megfelelőként értékelt, és ezért fontos, hogy egy nemes anyagból készült szobor kerüljön ide a térre, a Szent Pió atya térre. Áldott szép vasárnapot kívánok mindnyájatoknak, örömmel jelzem, hogy most a Szent Mise után három gyermeket fogok megkeresztelni, és továbbra is ragaszkodjunk ahhoz a hithez, mely Krisztusra, sziklára épül, és amit a megbízott pásztorok élen a Szentatyával a péteri sziklaként őriznek számunkra, de rajtunk is múlik, hogy hitünk tisztaságát, igazságait érvényre juttatjuk-e mind a személyes, mind pedig közösségi életünkben. Most erre kérjük az áldást, hogy ez így legyen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten. Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas. Amen. Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalom. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei. Erős kezeiddel ültess jó palántát.